Köszönöm. Na gyerekek, szép napunk lesz. Úgy gondolom, az előválogató nagyon fontos, hiszen itt derül ki igazán, hogy ki mennyire tud zenélni, és szembesülhetünk azzal, hogy képesek-e az előadók előadni az adott szerzeményt. Úgyhogy ez idén nagyon pozitív dolog. Én ilyenkor mindig izgulok, hogy mi lesz ma a felvételen. Igen, én milyen zenekarok, hogy jönnek, igen. Milyen dalokat, milyen előadók. Látod, te tudod mondani, hogy te ilyenkor mindig izgulsz. Ja. Mi először izgulunk a Lojzival. Én nem izgulok egy csöppet se, bocs, csak szólok. Hát itt most én is először izgulok, mert ilyet még nem csináltunk. A zenészek csibészek. Elmentek a jó kis stúdióba, megcsinálták a jó kis demót, úgy szól, mint a Rolling Stones, vagy mit tudom, mint a Pantera. Őrült muzsikálás van, aztán élőben meg bekerülnek, és nem tudják a saját dalokat megközelítőleg se azon a színvonalon eljátszani. Ezért volt erre szükség. Most az a lényeg, hogy megtaláljuk azt a 40-et, aki a legjobban el tudja muzsikálni tényleg a dalát, attól lesz erős az élő műsor. Látod, milyen profi, de egy pozitív csávó vagy. Nem azt mondtad, hogy megtaláljuk azt a 20-at, akit ki kell rakni, hanem azt a 40-et, aki bent van. Ez egy összetettebb dolog, mert hiszen azért itt nem csak azt kell néznünk, hogy énekelnek, itt mi karrierek fölött döntünk. Magyarország daláról van szó, nem valakinek a feltupírozásáról, hogy csináljunk valakiből sztárt, aztán legyen belőle egy celeb, hanem igazi művész által alkotott dalok kerüljenek a képernyőre, és abból a legjobb kerüljön aztán az első helyre. És a kedvenc kacsáim újra. Hello, hello. Hello, hello, sziasztok. Nagyon örülök. Hogy adtátok a fejeteket arra, hogy a következő évet is meglovagoljátok, és újra elinduljatok a dalban? Úgy voltunk vele, hogy nekünk egy jó lehetőség volt, és idén is azt gondoltuk, hogy szívesen beadjuk a dalunkat és megméretjük. De akkor ezek szerint megint, ha bejutok, akkor egy óriási showt fogunk látni, ebbe biztosak lehetünk, és a humor nem lesz kihagyva idén se a történetből. Meglátjuk. Nagyon sok sikert kívánok nektek, örülök, hogy itt vagytok újra, és hajrá! Köszönjük! Kovak együttes gyerekek! Tavaly nagyon jó volt. Hello! Sziasztok! 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 Mondhatni már ismerősként köszöntünk titeket tavalyról, úgyhogy nagy izgalommal és figyelemmel várjuk, hogy idén mivel készültetek. Köszönjük szépen! Várat sosem elég, lemegy a nap, de az ég, amíg nyúlsz a poharadért, vered a borban is édes a kék, de van valami gathat, ez vagyok én. Beugrik a kép, megint fejben máson a kép. Tudod, bánom, mindent tettem, bolondárom, nem felejtem. Rég rájöttem már, ez nem az az én, nem az az én. Nem kell valaki más, ha megállok az észem, és érzem azt, hogy és végre közelebb lépve, és nézlek, a szavaink összecserélődnének. Mensd el, tiéd a számom, a számom is kérek. Huh.
Yeah. Köszönjük szépen. De hirtelen lett vége. Köszönjük szépen. Köszönjük. Nagyon sokat hozzátett a fantasztikus szaxofonjáték és a hozzá passzoló gitárszóló, úgyhogy ez nagyon, nagyon sokat. Igen, jók voltak ezek a kis szólót. Ja, két szólót egymás után, és hogy fantasztikus mind a két hangszer egy zenész, köszönjük szépen, ezt külön kiemelem. Hát te meg egy olyan karakter vagy, hogy viszed a csajokat. Egyébként nagy öröm volt nekünk, hogy idén lehet hosszabb dalt leadni, így fér bele a két szóló nyilván. Ja. Jó, hát köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Gyerekek, nagyon aranyos ez a fiú. Annyira cukin adta elő ezt a dalt, és esetleg nem értettük volna a szöveget, ő így elmutogatta. Elmutogatta, hogy mikor, miről énekel, meg mit, meg hogy mit érez. Tavaly is az vitte őket tovább, hogy olyan szerethető produkció itt nagyon volt. Szerethető. Ez egy színgyerekek, tehát belefér, mert ez egy olyan fózban, mert a fúvós, meg ez a fajta zene, tehát nem igen. A Satu 2-4 megy bele a földbe, aha. És nem a bárgyú. Szerintem ez el fog férni. Én is azt gondolom. Idén több olyan előadó is jelentkezett olyan pályaművel, ami azt kell, hogy mondjam, hogy jelentősen meghaladja a tavalyi vagy a tavaly előtti beküldött dalát, úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív, fölfelé levő lendületet és szemléletet mutat, én ezt csak támogatni tudom. A szépség relatív, te nekem az vagy illatokból, hangokból halmas, talán vak vagy, te is nem látod, amit én most már tényleg fel kell állnom. Eltelt egy év, és aki ide visszajött, az azóta dolgozott azon, hogy jobb legyen. Telnek az évek ugyanúgy, bennem a lélek, és ha csak egy dolgot kérek, biztosan nevedet magamnál. Mint egy nagy játékfilm, csupa csillogoké. Ez olyan dal, amit magunktól meghallgatnánk, és abból azokból az értékekből, amit mi képviselünk, abból nagyon-nagyon sokat bír. Hogyha hallja ezt most valaki, aki bátor és nem fél kimondani. Olyan gyerekkori pályatársaimmal találkozok szembe a színpadon jelentkezőként, ami egy fantasztikus dolog, hogy megtisztelik a műsort, a zsűrit és a közönséget azzal, hogy ők is neveznek. Nem félek attól, hogy reggel 6-kor beírod kevesebben, főleg ha azt kérik a nagy színpadról, hogy most pár kezeket fel, akkor kezeket fel, mered közben. Igazából én vagyok, egyedül csak én vagyok. Megyek, jövök, nézem, fejem körül, kis úgy érzem. Tökéletes. Szinte láttam magam előtt a tömeget, ahogy felrakják a kezüket. Köszönjük szépen. Köszönjük. Megtiszteltetek minket, köszönjük szépen. Köszönjük. Ezek a kollégák, akikkel együtt dolgozunk régóta, ők is neveznek a műsorba. Azt jelenti, hogy megbíznak a igen. Döntésünkben. Igen, és ez nagyon megtisztelő, és nagyon nagy feladat, meg felelősség. Az én nevem Galambos Péter. Én egy saját dallal érkeztem, amit én írtam szövegben is, dallamban is, úgyhogy most így a gitárommal elő fogom adni. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy majd sikerülni fog előrébb és előrébb menetelni, úgyhogy ez a cél. Szia! Szia! Köszönjük, hogy eljöttél! Úgy nézel ki, mint a Bradley Cooper, mondták úristen. Már. De ez egy jó képviselő. Ezt már sokat gyára megkapom. Bradley Cooper, Justin Timberlake, Jézusom. Justin Timberlake is volt? Nézd ennyi ide. Jut eszembe, izgulok, mint mindig. Ne izguljál, miért izgulsz? Ne izgulj. Oké. Látni kell, de most nem látom mi nemrég hullott szét. Egy régi kép és egy képkeret, ami nincs már, nem is lehet. Hol vagy és melyik úton jársz? Gondolsz rám, egy kicsit vársz. Nem vagyok mindig olyan jó gyerek, te annak láttál jó neked. Ha újra dönthetnék, vajon újra itt tennék? Hányszor voltam lent, majd egy kicsit fenn, de alig bent, keresgélve egy új utat, vajon hová visz?
lesz, és majd, hogy mit mutat. Tudnod kell, hogy ott vagy bennem, a kék az ég, majd széllel szemben. Állod csak úgy némán, előtted kicsit bénán. Így van ez csak a múlté már, az emlékünk így messze száll. Szerte szél, ott őrzöm bent az énekét, hogy mi voltunk és a csillagos ég volt, és oly sok minden mi tudjuk szépen, ott maradt bent a szívünkben, az enyémben és a tiédben. Emlékünk így messze száll, múltunk foszlik szerte szét, ott őrzöm bent az énekét. Háj, de szép volt, köszönjük! Köszönjük szépen! Köszönjük! Figyelj, a szabad, hogy a verszakban egy bizonyos hangmagasságnál úgy megjön az erő a hangodba, és olyan határozott és magabiztos lesz, hogy esetleg azon lenne érdemes gondolkodni, hogy abba a tartományba elhelyezni az egész dalt. Az a durva, hogy olyan lágéban van, hogyha elkezdek énekelni, és bennem van az a izgulás, akkor nagyon rizikós, hogy... Tudom, ezt ismerem, ez állom is. Ezért para talán, de... Aha, és pont akkor múlik el, amikor már nem ebben a lágéban énekelsz. Akkor, amikor a refrén, akkor úgy vagyok, hogy gyere! Hagyd így, figyelj, artikulálj erősebben! Ne izgulj, tök felesleges, ne izgulj és told már jó, a terényeket. Jó, hangod van, kész. Hát ez mindig így van, de aztán így ráül az ember egy picit, de ez meg kell, mert különben nem fontos. Figyelj ide, játsz el százszor, még eljátszott százszor, 101-szerre ötös fölé. Köszönöm, jó pihenést majd. Sziasztok. Nagyon szépen, köszi. Köszi. Erre mit mondotok? Óriási. Igen. Ötös. Igen. És egy nagyon szimpatikus srác. Nagyon. Igen. Borzasztó nehéz lehet itt kiállni négy ember elé, akik így papírra, lárgus szemekkel és fülekkel figyelik minden hangot, minden mozdulatot, minden rezdülést, és úgy érzem, hogy idén sok olyan előadó van, és olyan dal, ami megérdemli azt, hogy egy picit bátortalanokból is indul el, akkor adjuk mögé a támogatásunkat, és akkor az menni fog, és szép lesz, és jó lesz. Széles mosolyjal érkezik, kalapot emel, a kérdésre velem tartasz-e? Igen, ne felel, rám néz, felém nyújtja kezét. Új táncra hív, s ebben a táncban egy ritmusra dobban a szív. Nem ér nekem, máshol létezett, miért ígértél otthont, ha tudtad? Az a baj, hogy... Szégyelősen van előadva, szégyelősen van előadva. Nagyon. Bocsánat, hogy itt vagyunk, mindjárt megyünk. Igen. Volt, akiben egyébként éreztük azt, hogy nagyon izgul, ezért bátortalan, de megvan az esélye annak, hogy ha majd esetleg bejut, akkor ott már ki tud majd teljesedni. Látom már, veled ez a világ egészen más. Látom már, nélküled a szívem nem találja. Refnél nyisd ki, adja magát a refnél, amúgy is kinyílik, tehát jól van írva a dal. Maradok, elhalt lelki részek nélkül, nekem egészben kell a világ. Add bele magad, szóval érezzem azt, hogy meg akarsz engem fogni itt, mert jó a dal, és itt van egy olyan kiállás, amivel nyerni lehet, nekem egészben kell a világ, ez egy óriási gondolat. Ha bármikor kell lenni, kérlek, kímél meg magad. Leszaladj úgy előre, legyél türelmes, míg vársz. Van néhány olyan fiatal előadó, akiben nagyon benne van a tuti, de még nem elég érett. Ezen előadók egy része nem fog bekerülni a műsorba, egy másik része be fog. Bekerül egy nem annyira érett, de nagyon tehetséges előadó műsorba, ott simán lehet, hogy megfázik, meg az is simán lehet, hogy a stressz kihozza belőle élete legjobb teljesítményét, és az előválogatókon látott teljesítményet dupláját tudja hozni. Tudom, ez csak egy álomkép,
Nagyon nehéz érteni, amiről énekel. Zenei környezetbe kell helyezni, akkor tökéletesen érthető. Köszönjük. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Éppen. Nagyon szépen énekelsz. Igen, nagyon karakteres. Meg nagy, iszonyú sok érzelem van benned, mikor énekelsz. Ez nagyon szép dolog. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nem félénk egy kicsit. Uh-huh. Környezetet kell a keveréssel teremteni ennek a fajta éneklésnek. Előre tudod egészen hozni, és amikor már itt énekel az arcodba, és ide, innen susog az arcodba, abban a pillanatban megjön a tartalma, és megjön az értelme a szövegnek. A stílus tök jó, de szerintem a dal nem olyan. Tehát, hogy hát a dal, az előadó a dal, még neki kell. Még a kislány még éretlen egy kicsit. Éretlen, viszont éretlen, nagyon, éretlen, tök, ahogy mondtam, majd, nagyon... Majd ez jó lesz, hogyha... Van lelke a muzsikához. Igen. Lesz? Nem. Tényleg. Most én sem. Tényleg? Most már nem. Nincs miért. Már összeházasodtunk, tehát egyenes utunk van az életnevű valami ez. Ugye? Igen. Nagyon szeretem és nagyon fontosnak tartom a szerelmes dalokat, mindig meg tudnak hatni. Idén olyan pályaművek érkeztek be szerelmes dal kategóriába, hogy hát itt néztünk egymásra Lojzival, és volt, hogy törölgettük. Sziasztok. A szemünket. Úgyhogy ezek a szerelmes dalok, ezek bennem nagyon-nagyon erősen érzelmes szálakat pendítenek meg. Sziasztok! Oh, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttetek! Sziasztok! Köszönjük, hogy itt lehetünk! Sok szempár csak nézi, de fényét nem érzik, vagy ha érzik, nem értik, ő ettől olyan nagyon fázik. Kérdi, mivel tett oly rosszat, ami gyomrokat felforgat. Ő csak játszani szeretne, gyermeteg is kíváncsi a lelke. Szőke fürtjei szülőfürtnek legjobb óra mosolyában. Bújik boldog gyermek gyerekkora, terüs ajkak háborúnak békés pecsét nyoma. De lelke meggyötört, mint olimpikon évek lenyomata. Békére született, de felszínen sok élősködő. Fotelből négy fa között, mocsárküzből feltörekvő. Képesek arra, hogy kis madárkámnak szárnyát törjék, de amíg élek, nem hagyom, hogy kioltsák a fényét. Kis madár, bízd meg a szélben, lelked tartson az éppen. Hát a mögé már a múlttal, veszítsd el, ez majd úgyis felmadasztal. Kis madár, bízd meg a szélben, lelked tartson az éppen. Hát a mögé már a múlttal, veszítsd el, ez majd úgyis felmadasztal. Neked ez csak jó. Most innen egyen, de te ígéret két álmod által születél el a földre. Jaj, de szép! Mindjárt én is elsírom magam, ne csináld! Én megdöbbentem, ahogy Ádám amennyire hitelesen és önazonosan adtad elő ezt a dalt, úgyhogy biztos, hogy valami olyan közös kapocs. Ez a dal, ez Jennyről szól, tehát ez azért ennyire őszinte, mert ez róla lett mintázva, tehát minden sor, ami ott van benne, az róla szól. Szóval nagyon szépen köszönjük, és örülünk, hogy ennyire átható volt. Nagyon jók voltatok, köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük! Meghatottunk! Hello! Látod, mit tesz a szerelem? Mi? Hogy milyen érzelmeket vált ki. Látod? Igen. Látod? Igen. Látod? Na, még a nagyon nagy szerelmek váltanak ki ilyet, meg a nagy csalódás. Idén azért volt több olyan dal is, ami a szerelmi témát érintette negatívan. Nagyon fontos, hogy milyen a szöveg, hogy ezeket a negatív érzéseket úgy tudja átadni, hogy nekünk az azért úgy üssön. Volt egy-kettő ilyen. Fú. Neked soha nem elég. Ha nem tudom, hogy mit csináltam. Igen, tudom, nem kell félnem, hisz itt vagy még velem. Ha nem vagy bennem, mondd, hogy nézzek rá. Fekete a szívem, és most el kell lenged, mert még nem vagyok készen rá. Amiről szól, az szép dolog, csak nem biztos, hogy úgy van megfogalmazva,
hogy az... Gyerekek, lépjünk tovább. Tuncsizmában táncolnék vele sárteneget, az a fényed fesztiválon, nem tudom, megismerteleg a napsősöd, én csak arra tuncsizmában... A rock and roll az mindig erről fog szólni. Kapcsolatok létrejötte és bomlása. Ez mindig is így volt, mindig is így lesz. Már nincs előttem a kép, mitől lenne annyira szép. Elviszem majd magammal az összes szép mesét. Új érzés, valami szép, valami jó, valami tényleg igazi. Ha engednek, kerülj el, szorít. Szentimentális a szöveg mindenképpen. Nagyon-nagyon aranyosak. A, tényleg, engem annyira meghalt. Számomra nagyon fontos az énekhang, amiben akár beleférhet nekem egy-egy kis hamis hang, hogyha érzem, hogy ő szívvel, lélekkel ott van a színpadon, és azzal, ahogy énekel, azzal olyan érzéseket ad át, amit magaménak tudok érezni. Hiszen ez a legfontosabb. Sziasztok! Hello, szia! 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 Szia. Ülve fogsz énekelni? Igen. Hogy? Csak hogy próbáljunk kicsit így átadni a dalnak, hogy ilyen mondani valóját, és így döntöttünk igazából. Miről szól a dal? Ez a dal igazából számomra talán azt mondanám, hogy így az elengedésről szól, így fogalmaznám meg ezt a jelentést. De kit kellett elengedned? Nekem igazából az anyukám volt az, akit így... Oh. És sajnos így már kisikorom óta így elhagyott, aztán ez a dal így számomra ez nagyon nagy jelentőséggel bír, szóval. Nem egy elhagyott szerelemnek a, hanem... Annak igen, igen, kicsit komolyabb. Igen. Igen. Köszönjük szépen, hogy ezt megosztottad velünk. Köszönjük szépen. Annyi minden maradt még, amit mondanom kéne, de elfogytak már rég a szavak. Talán könnyebb volna elbújnom és nem látnom a képet, de elmentél és semmi nem maradt. Most még fúj a szél, talán esni fog, és még bennem él annyi emlék volt. Nem kérlek, gyere haza már, gyere haza már, ez nem ugyanaz a ház, ugyanaz a ház. Most fúj a szél, de tudom, ennyi volt. Azt kérem, gyere haza már. Isten olyan adottságot adott, hogy lent is ugyanilyen szépen szól a hangod, meg fönt is, anélkül, hogy erőlködnél. Meg a torokhang és a fejhang is. Azért nem is, amikor gyönyörű. Még mezzofortét se énekelsz, akkor is átjön a mély. Tehát gyönyörűen zeng a hangod, köszönöm, és azt jó ki is használod, úgyhogy és nagyon dukkolunk neked. Hogy ilyen fiatalon, ilyen érzéseket át tudsz adni a hangoddal, mert nagyon szép volt a dal, de hát ahhoz kellett egy ilyen tehetség, mint amilyen te vagy, és hogy mi van a te lelkedben, azt megértettük ebben a dalban. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nagyon vissza kellett fognom magam, hogy ne sírjam el magam. Kicsit még én is édesanyámra gondolva, igen, nehezemre esett. Biztos, hogy azért nézett rám közben, mert én egy anya vagyok. Neki kellett egy támasz. Én meg úgy éreztem, hogy bátor gyerek, mert egy ilyen dallag nem mernék neki futni. Hát ha én lennék ott a színpadon, én elsírnám magam. Hát persze. Elsírnám magam. Hihetetlen, hogy egy ilyen fiatal srác ezeket a gondolatokat a hangjával olyan éretten tudta átadni, hogy nagyon nagy hatással volt rám.
nagyon szeretem azt, amikor az énekes az érzéseit úgy tudja átadni azzal, ahogy énekel, hogy azt csinál, azt érzem, hogy azt csinál a hangjával, amit akar. Sziasztok! 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 Hello! Na, micsoda lendület! Sziasztok! Maradandót, én az esendő, halandó. Alkotnék maradandót. Alkotnék maradandót, az úgy legyen, mert magyar tanilag nem lesz rendben. Zajos, furcsa szavak, sok értelmetlen adat, színesebb, mint az őszi szél. Akkor a prozódiai hiba van az első verszakban, fölhördülsz olyan. Zajos, furcsa szavak, sok értem, sok értelmetlen. Értelmetlen, az nem jó. Értelmetlen. Értelmetlen adat. Van itt egy kérdés a 60-as évek óta, hogy az angol száz muzsikákat, ami hat a fiatalokra, hogyan lehet magyarul úgy énekelni, hogy az embernek ne törjön le a füle. És bizony lehet. Ez egy tanulható módszer. Ha megszólít, erős mindenem, ért remeg, folyton tétlen. Ez a hűtlen némaság. Valahol számítottam rád, valahol vártam az égi csodát. A szövegmondásban van két dolog, a száz év is eltelt, és van még egy ilyen hely, az pedig a refrén második sora, a valahol vártam az égi csodát. Legyen szépen kimondva. Persze, pontosan, és az úgy, hogy a hangszer együtt csináld meg a motort hozzá. Jó. Mostani generáció azért van nehéz helyzetben, mert az előző két generáció életében már nem volt benne a könyv, és ezért vizuálisan nem látják maguk előtt, hogy hogy van leírva a szó, és ezért nehezebben ejtik ki. Ezért vannak a magyar tani problémák. Amennyiben bekerül az élő adásba a dalotok, akkor a nincs több, az nem hangzik magyarosan. El van kapkodva, nincs több, tehát így van kimondva, és ugyanakkor van hely arra, hogy nincs több. Én azt szeretném, hogy Magyarországon tök jó legyen a zene, de az anyanyelvünk az anyanyelvünk. Ha azon elfelejtünk beszélni, akkor nem fogunk tudni egymással kommunikálni. Megszületünk! Kell, vigyázok rád, ha kell, vigyázok rád. Vagy ott legyen a hangsúly. Igen, igen, vém van a hangsúly. Az nagyon fontos, mert ott jelentett ki a dalba szerintem, hogy mi a célod az egészen. Ha kell, vigyázok rád. Aha. Én meg foglak téged védeni mindig. Értem. És kell, jó, köszönöm szépen ezeket. Én meg nagyon szépen köszönöm, hogy ezt meghallgattad. Persze, köszönöm szépen. Annyit mondanék, hogy nagyon köszönöm neked ezt a pozitív, előremutató szöveget. Igen. Ez mai nehéz világban, ez sok embernek adhat olyan reményt és kitartást. Köszönöm, örülök, hogy megírhattam, mert ez mindig úgy zajlik egy kicsit, hogy elkezdesz írni egy szöveget, és aztán nem biztos, hogy odafut ki, ahova szeretnéd. Gurul kifele. Hanem gurul, jönnek gondolatok, amiket aztán eldobsz, és aztán vannak, amik úgy erősnek tűnnek, és azok benne maradnak, úgyhogy én is úgy érzem, hogy ez a szöveg, ez egy nagyon pozitív üzenetet hordoz, igen. És örülök, hogy nektek nagyon, is átjött nagyon. Ez a tartalom, mert nagyon. Ez volt a cél vele. Sziasztok! Szia. Köszönöm! Gyere, Tibókám, egy Tigris Book fenccel. Na, milyen érzés volt? Úristen, nagyon izgultam, képzeldem. Igazából ez a dal most hangzott el úgy, hogy igazi közönség előtt, tehát főleg egy értő, egy nagyon is értő zsűri előtt hangzott el. Nagyon jó egyébként itt ezt egy kicsit így kipróbálni, ha mondhatom ezt. Főleg úgy, hogy kaptam olyan instrukciókat, illetve pici apró javításbeli dolgokat, amiket én meg fogok fogadni majd, és akkor azt majd máshogy fogom csinálni. Szöveg hangsúlyozásban, szöveg részletben. Azt a Gyuri mondta, fogadjunk. De egyáltalán nem veszem ezt sem piszkálódásnak, sem szőrözésnek, bár a társaim ülnek a zsűripult túloldalán, akik szívbéli jó tanácsokkal látnak el nekem. Ez sokat jelent, és ez nagyon sokat ad hozzá. Kicsit zúzósabb notával érkeztünk. Története tulajdonképpen annyi, ami mostanában nagyon-nagyon jellemző. Mindenki használja a mesterséges intelligenciát, és most szerintem ez egy nagyon aktuális téma. Úgyhogy erről szól a dalszöveg, és reméljük, hogy a zsűrinek is tetszeni fog. Sorban állunk a valóságért, aki előtt.
Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük. Nálatok a szövegmondás az 100%-os, tehát nagyon kevés ilyen zenekar van, aki 100%-os magyartanilag normálisan el tudja énekelni a saját szövegét rendesen. Megengedett, hogy ez nem ilyen beleszólási történet. Nyitott vagyok. A D az nem Z, gondzoltál, gondzoltál, és a T pedig nem C. És sokkal természetesebbé tudna válni a szövegérthetőség, hogyha ez a két apró dolog, ez még tudna előnyére változni. És ezt hangsúlyozom, hogy rendkívüli tisztelettel mondom, mert kiváló énekesnek tartalom. Nagyon jó szöveget kaptunk ezzel a dallal, úgyhogy ehhez külön gratulálok. Köszönjük, élmény volt, sziasztok! Nekem tetszik, amikor jön egy rockzene, és nem arról van szó, hogy végig zakatol az egész, igen, hanem igen. Itt volt egy hullámzás, itt volt egy hullámzás, meglepő fordulatok. Meg kell említeni az énekes csávot, hogy óriási karizmatikus figura. Az igen. Igen. Hozza a tekintetet az ének. Igen. Igen. Érdekes dolog, hogy idén nagyon sok olyan crossover felvétel érkezett, ami nem egyértelműen rock, nem egyértelműen pop, fantasztikusan keverik a műfajokat, ez mindig nagyon izgalommal tölti el azt, aki szereti a zenét. Nézd, mennyi felhő, ég el lebegő erdő, ilyen a szívünk, mikor szárnyal, egy nyári éjszakában, mámor-mámorában csendben eszünk. Egy lebegés volt, egy nagyon-nagyon szép lebegés. Nagyon-nagyon szépen érthető minden, amit énekelsz, tök szépen is énekelsz, és a dal is tök. Már nem rémít meg a magasság, már nem ijeszt meg a mélység. A háztető felett repülök ebben a csillagtalan ében. Elvarázsolt a hangod, ez az akusztikus hangszer és az elektronika kiegészítve, ez zseniális. Olyan színes lesz a felhozatal, hogy aki nézi, legyen akár szakmabeli, akár civil, az biztos, hogy itt ragad a műsorban, mert hogy mindig valami újat kap. Tudod, én megfogadtam már annyiszor, hogy engem nem verhetnek át. A két színűség számomra már megszokottá vált. A rap témák azok nagyon jól állnak neked, ezt én a helyedben még nyomnám. Menjek vagy maradjak! Jöjjek, hogy szaladjak, mikor vele vagyok, hol a happy minden. Ez egy nagyon érdekes, izgalmas színfolt, köszönöm szépen. Ezt mondtad nekem, én ma elszöknék, és nem volt több kérdés, azon túl, hogy én veled mennék. Ez egy érdekesség. Nagyon különleges dal, de nem sláger. Nem sláger. De szerintem egy nagyon egyetlen jó egy sláger, egyetlen egy slágerem sincs, hála a magasságos jó Istennek, mert nem eszi az életemet 30 évig, és mindig szabad rock and roll zenét fogok játszani egész életemben. Tudjátok, hogy milyen érzésem volt? 80-as évek underground zenekarai. Volt egy kis R&B-t hallgatni. Nem is akármilyen előadáson. Igen, gyönyörűen énekelted, úristen. Angyalnak nézel, micsoda téred is. Más kell most éjjel, őrült szétesés. Miért vártál tőlem, jó kis lányszerűt? Nincs itt az övben, szépet nagyszerűt. Újszerű volt. Ez mandában jól lehet, meg egy jó szín lehet. Egyébként az marha jó, hogy 2024-ben jön valaki egy Charlestonnal. Ha nézed egy festményt, képzeld, hogyha csak egy színnel van festve. Tehát fekete-fehér. Azt is lehet, biztos, hogy jó formákat tudsz. De minél több színt engedsz a palettára, annál izgalmasabb és jobb a kép. Hogy van még egy tény? Jaj, ez a kedvencem, mert kimegyek, mert elsírom magam mindig. Komolyan, ez engem úgy meghat, mert a legényes? 1000 éves Magyarország dobban meg a szívembe, olyan mélysége van. Jó napot, sziasztok! Yes, szia! 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 Hello!
akkor szerelmes igazán a legény. Mikor szép dallamok táncoltatják a szívét, szép dallamok táncoltatják, édes csókok elhingatják a benne élő tüzet, ki nem oldhatják. Dalnak a fizimiskája olyan, hogy egyszerűen az első hangtól az utolsóig végigvisz egy történeten, egy gyönyörű. Olyan mélység az előadótól is, meg az egész jelenségtől, ahogy a színpadra áll, hogy ezt nagyon nehéz nekem tiszta fejjel és idegen végignézni, végighallgatni. Köszönjük szépen, nagyon szépen jó. Nagyon szépen édes vagy. Köszönöm szépen. Ékes példáját hallottuk, hogy mennyire alkalmas a magyar népzene és a könnyű zene fúziója. Így van. Csodák igen. Születhetnek, megmelegedhet a szívünket ezzel a szöveggel. Nagyon szépen, és nem köszönöm. Könnyű ezt a dalt elénekelni. Ajaj. Többi szép napot, viszlát. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Szia. Szia. Na milyen volt? Fantasztikus élmény volt, nagyon izgultam, de azt hiszem, hogy kihoztam magamból a legjobbat. Észrevetted, hogy az egyik zsűritagunkat meg is könnyeztetted a daladdal? Igen. Igen? Szerintem ennél szebb kritika nincsen, mint amikor azt látod, hogy megható egy könycsebben is. Legyúl. Igen. Megjött a vonat. Sziasztok! Ja. Sziasztok! Hello! Hello! Sziasztok! Jó sokan vagytok. Ebben a sorozatban jobbak a zenekarok, nagyobbat szól a hangszer a kezükbe, nagyobbat szól az énekesnek a hangja, jobban oda tudja tenni magát, szóval érezhető a fejlődés. Izózás. Jól nyomták. Színpadi jelenlétük is nagyon jó volt. Nekem jó, nagyon tetszett. Jó, volt power benne. Nem csak azt kell néznünk, hogy énekelnek, hanem hogy zenélnek. Milyen az összhang a zenekar és az énekes között. Nem találták a helyüket a színpadon. Igen, kicsik még fiatalok. Amikor ilyen átütő szövegeket adnak, akkor... Akkor menj értem tűzbe, vagy érted, akkor lássam, hogy ott feszülsz meg. Mindenképpen szeretem azt, hogyha egy zenekar nem csak zenészekből áll össze, hanem valamiféle olyan baráti kört, vagy valamiféle olyan dinamikát és szellemiséget mutat a színpadról, ami az összetartást erősíti. Az édenkertbe a szomjam volt a tatlan.
Nagyon szépen köszönjük. Gyerekek, hagyszok elsőnek hozzá, hogy ebben élet volt, megosztátok a modern rockot, élveztétek, szóval nem vetélkedőre jött az a zenekar, hogy úgy lejátszok, hanem szórakoztatok minket. Szúrtatok rendesen. Nagyon jó buli volt, köszönjük szépen. Köszönjük. No comment. Köszönjük szépen. És a külsőtök se semmi. Nagyon egységes is, és nagyon jó. Na, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszi. Annyi tűz volt ebben, hogy... Nagyon sok tűz. Igen, abszolút. Rendesen oda tették magukat, és ugye nem csak hallgatjuk, hanem látjuk is a produkciót, és olyan élettel megtelt a színpad. Abszolút. Örültek, nagyon, hogy itt lehetnek. Nekem is megtisztelték a műsort azzal, hogy elkészült eljönk meg ide. Igen. Nagyon tetszett. Így kell csinálni. Bravo. Nagyon tetszett. Kettő éve létezik ez a zenekar, nemrég jött ki az első lemezünk, és erről a lemezről az egyik dalunkat neveztük a Nem lehetek más címmel. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy kicsit többen meghallgassák a dalainkat. Zenészek irányába ez a legkorrektebb ilyen tévés dalfelfedező műsor. Nagyon szépen köszönjük! Köszönjük szépen, ez szépen. Nagyon ott volt. Ezt csak barátoktól szoktam megkérdezni, de ezt most komolyan, tehát csak olyan, akikkel vagyok olyan viszonyban, hogy aki hozzám betalál, az mi? Tehát, hogy megérkezik hozzám véletlenül? Hát, aki betér hozzám. Ja, oké, az igen. Jó, köszönöm. Akkor így oké, szuper, köszönöm. Tök jó. Hú, én köszönöm nagyon szeretem a Black Sabbathot, és itt volt egy ilyen Black Sabbath feeling, ami nagyon teljes bejött mértékben. Nekem. Köszönjük, óriási köszönjük. Volt. Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget. Milyen hangja van ennek a fiúnak? Egész zenekar nagyon oda tette. Sziasztok! Hello, sziasztok! Srácok ordít, hogy ezek ízig-vérig muzsikus mindegyik. Igen. Az az igazság, hogy sok a rock, ami jó, és ezért nagyon sok rock lesz, vagyunk. De... Rock ország vagyunk. Igen, meg egy ilyen szintű zenekart, mint például a Negál vagy az Everflash, képesek kimenni Berlinbe, a Hanzába is. Pontosan. Egy lemez. Alkalmasak arra. Igen. Így van. Hát egy bizonyos szempontból könnyű dolgunk lesz, a másik bizonyos szempontból pedig embertelen nehéz dolgunk lesz most. Pitang nehéz kiválasztani az élő show-ba jutó 40 produkciót, mert ugye ez már nem a 300-400 valamennyi, hanem ez már a 60. Tehát már a 60-ba az került bele, akit alkalmasnak gondoltunk arra. És akkor bejött ez az új szűrő, hogy a 60-ból 40, tehát itt nagyon nehéz. Folyton azt hiszem, hogy látom ezeket a gyerekeket, mint a fiam játszon a színpadon, és megszereted, amit csinál. Még igen. Akkor is, ha tele van hibában, vagy akár profi játszik. Igen. Na most itt lesz aztán majd a nehéz, hogy lesz, mit tudom én, 20 kedvenced a végén, vagy 30, hogy döntesz, hogy melyiket tudod nagyon beelőre. Nehéz. Mi az a stilisztikai határ, amit át kell lépjen ahhoz, hogy az első között legyen első négybe. Itt én mindig morfond érzek, hogy a dal maga, vagy a lejátszás színvonala, a fizimiska, tehát milyen szempontok tovább. Azok, ami miatt, mert lehet, hogy van egy állati nagy tehetség, akinek most nem sikerült úgy előadni a dalt, ott a dal nagyon erős. Van egy fordítottja, és már jelentott van a két semmit, viszont az úgy adta, hogy mindenki tátoszálja a hallgatja. Igen. Tehát azt kell megnézzük szerintem, hogy ki az, akinél minden stimmelt. Nagyon tehetséges énekesek és zenészek.
jelentkeztek, akik nagyon jó összhangban voltak a színpadon. Tényleg azt éreztem, hogy most melyik ujjamba harapjak. Zeneminősége, szövegminősége, zeneszöveg kapcsolata. A dal szentháromsága az ez, és utána van az előadásmód. Igen. Az előadásmód ugyanúgy megvan. Színpadi kiállás, aura kiterjesztés. Arc, mimika. Külső. Előadás. Átélés. A lényeg az egésznek, hogy mi nem törünk pátrát senki feje fölött. Igen. Vagy segítünk, vagy akkor nem is foglalkozunk vele és elengedjük. Van miből válogatni, és mindenkire kell gondolni. Nem szabad csak arra gondolni, hogy hú, én ezt szeretem, legyen akkor csak jazz, vagy legyen jazz rock, vagy bármi. Nem. Legyen minden az asztalon, és hallgasson meg mindenkinek. Az a célunk, hogy minél többen hallgassák. Azért vagyunk itt. Én azt gondolom, hogy azért jelentkeznek egyre jobb és jobb bandák, meg énekesek ebben a műsorban, mert látják, hogy itt tényleg szakmaiság van. Ez egy nehéz döntés, és nagyon felelősségteljes döntés, és ezért nagyon fontos az, hogy közöttünk jó kohézió legyen. Hát nem volt könnyű dunk, de akkor meg vagyunk. Menjünk. Meg vagyunk, így van. Mondhatom, hogy a zsűrinek idén nagyon nehéz dolga lesz, hiszen a 40 kialakult dalból, amit az élőadásokba viszünk, olyan fantasztikus rétegződés van, hogy úgy gondolom, hogy mindenféle műfaj bekerült, mindenféle műfajnak olyan fantasztikus előadói, hogy itt tényleg nagyon kiélezett küzdelemre számíthatunk majd. Most minden eddiginél színesebb a felhozatal, nem? Pörgősebb lesz a műsor, az biztos, meg szerintem vidámabb is. Hát sokkal több olyan dal született, ami nem busongó, szóval egyértelműen egy magasabb színvonalú sorozat jön létre szerintem most. Én már nagyon várom, hogy megtaláljuk az év magyar dalát. A dal 2024 élőadásaiba tovább jutott 40 dal. Vigyen a szél, Andalgó, Egészben kell, Arkidra, Miért félnék álmodni? Bradics Jácint. Menjek vagy maradjak? Béterv. Számítottam rád. Csintalan Márk. Nyisd ki a szemed. Everflash. Látom már. Fekete Mátyás. Miről szól ez a dal? Fluidia. Ott marad. Galambos Péter. Titkaim, Györfi Anna és Kemendi Tamás. Elbújnék, Hello Pisti. Együtt, egyedül, Hírviár. Kezeket fel, Jazztelen. Két szív, Jósa Tamás. Ma szerettem beléd, Juhos Zsófi és Patocska Olivér. Királyi többes, Junkies. Egy életen át, Kocsis Tibor, Ugyanaz a ház, Kökény Dániel, Új érzés, Kollányi Zsuzsi, Legényes, László Evelin, A háztetők felett, Liana, Csalódás voltál, Lili, Esendő halandó, Magidon, Veled álmodnék, Metszett, Így alakult. Mira Monoka. Nekem. Ném projekt. Nem lehetek más. Megáll. Annak idején. Oliver from Earth. Gondold át. Patai Anna. Félszavak. Főnix RT. Kánaán. Pink Dragon. A nap süssön ki. Pinkers. Sosem elég, Quack, Kiáltás, Roy Gallery, Nászinduló, Sugarloaf, Kismadár, Szabó Ádám és Szabó Jennifer, Százszor is, Szalma Anna Mária és Telek Attila, Hazatért, Szelina, Igennel felel, Szinnyai Dóri, Emelem poharam, Szirtes Dávid,